Toppos forrásból 6 óvodai épület komplex fejlesztését teszi lehetővé a Családbarát Munkába Állás Segítői Intézmények Fejlesztése Nyíregyháza Önkormányzatánál című projekt. Célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A projekt részeként megvalósul a nevelési intézményekben az akadálymentesítés, az energetikai korszerűsítés, a hőszigetelés, az udvarrendezés, az udvari játékok felújítása és cseréje, a járdák burkolása és a beépített bútorok cseréje is. Azon túl, hogy az 1350 gyermek és az ott dolgozó óvonénék, segítő személyzetek a munkát teszi kényelmesebbé, biztonságosabbá, a gyerekek ellátása egy szebb körülmények között, egészségügyi körülmények között fog megtörténni, nagyon fontos az, hogy mintegy 72 tonna káros üveggázhatású anyagkibocsátást fogunk ezzel megtakarítani, tehát nem kerül ki a légtérbe. Én azt gondolom, hogy ez a környezetvédelmi szempont legalább annyira fontos, mint a többi, és örömmel mondhatom a kedves tévénézőknek, hogy Nyíregyházán még az idén 10 órát fogunk felújítani, és terveink szerint 2019-ben további 8-at. Ez azt jelenti, hogy 2020 végére nem lesz olyan óvoda, amelyik nem újult meg. Ennek eredményei már most látszanak, hiszen a tavalyi évhez képest idén 260-nal több gyereket írattak be önkormányzati fenntartású óvodákba. Ez a magas színvonalú pedagógiai munkán túl a modern környezetnek is köszönhető. Ezért nem elhanyagolható az óvodák korszerűsítése. Az óvodánk úgy épült 1979-ben, 40 évvel ezelőtt, hogy nem volt tornaszoba. Az aulát használjuk tornaszobának, ami tulajdonképpen, amiben átjárnak a gyerekek, szülők, megérkeznek dolgozók, és itt tartjuk a gyerekeknek a testnevelés foglalkozást, ami azt jelenti, hogy télen hideg, mert nyílik az ajtó, tehát nem egészséges, de természetesen ennek is örültünk, de most sokkal jobban örülünk annak, hogy szeptembertől egy szép új 60 négyzetméteres tornaszobánk lesz, ami a 21. század minden feltételének megfelel, úgyhogy a gyerekek ott fognak ezen túl tornázni. Ez több, mint 200 gyermek veheti majd igénybe a következő tanévben, hiszen a munkálatok várhatóan augusztus végén befejeződnek.